65. A spanyol ember keres az emlékeket. A Medici villa kertjében húsz év alatt megnőttek az akkor elültetett platánok, magasabbra csapott a kerítések körül az ősbozót. Festők, szobrászok, ifjú építészek, akik kijönnek a leckékről, és akik ott ütik fel álványukat a legszebb panorámát keresve, más köntöst viselnek, ne új hangosak, fiatalok. Ő maga éjszaka érezte veséjét, s nápolyból jöttében fájtak az izületeim. Húsz évesek szaladnak a Villa Medici kertjének útjain. A Navónán dolgoznak. Minden és márványok orgiája, szeszélyes vonalak, egymásba türelmű új formák, az obeliszk talpa mestermű lesz, és Bernini, Róma kutyainak mestere, az Aqua Virginéből varázsolja ide a vizet. A róma kutyai. Minden óriás, szeszélyes, örök mozgás az urmzban, ince uralkodás alatt. Az öreg ember önmagában középszerű. Nem pazarló, legalábbis ezt nem engedi olimpia. A művészek panaszkodnak. A szent minden aranyat élére állít, alkuszik, saját szentséges szavaival. Pedig a kúria soha nem élt ilyen bőségben. Mióta megszületett a béke, befolynak a Péter fillérek az egész katolikus világból, öszönnek az ajándékok a jubileumi évben, Róma kisnépe is megszedi magát az idegeneken. Miért épp a művészekkel szemben gyanakvó őszentsége? Miért tekinti őket megbízhatatlan népnek, mint a színészeket és muzsikusokat? A pápa nyitotta meg a Kapitoliumi Múzeumot. Hirdes az antik világ szépségét, melyhez minden művésznek igazodnia kell. De Ince mája torkig volt a klasszikusokkal mint a törpe lett volna az urpsz szoborhagyatéka. Az új divat óriások iskoláját teremtette meg a városban. Minden szertelen volt, különösen a hatalmas új palotákat díszítő szobrok és domborművek. A Barberini palota óriás freskója, Pietro de Cortona mester alkotása adta meg a hangsúlyt. Márvány ornamentek, szeszélyes palota homlokzatok, összeolvadó szerkezet és dekoráció. Nagyszerű, de riasztó annak, aki Madrid szűkösebb világába érkezett, ahol csak egyetlen műpártól a költekezett maga a király. Itt minden Bíboros túl akarta szárnyalni a másikat. Európából ide őzönlöttek a festők, és a nem kellett eredeti alkotások másolni vagy utánozni kezdték az elmúlt mestereket, elsősorban Caravaggio-t. Festők városa egymással áldatlan harcban, villódzások, féltékenység, intrikák között alkotnak. A szegényebb tehetségek felhajtókkal dolgoznak, ünnökeik behálózzák a Rómába látogató fejedelmi személyeket, és ezer furfanggal sózzák rá egy tapasztalat a műgyűjtőkre a szín orgiákban tobzódó vásznakat. A Monte Pincióról kapott meghívást. A szolgadíszes Mártai köntös hordott, jelezve, hogy gazdája a legelőkelőbb lovagrend tagja. Salvator Róza hívja meg a spanyol felséges udvari festőjét kedestére. Ki ne halott van Rozáról, a csodálatosról, az örök nyugtalanról? Nápolyban, ahol nemzeti festőnek számított, vagy csak suttogva beszéltek róla. Mindenki tudta, Mazanyellóhoz húzott. Amikor meghalt a Rómában a nagy felkelés hírét, váltott lovakkal vágtatott a szülővárosának számító Nápolyba. Itt levetette előkelő köntösét, beállt a népmilíciába. A fáma szerint kapitány rangot viselt, és mint félelmes széllövő, biztos golyóival néhány spanyolt küldött a másvilágra. Szalvátor Róza, a művész és banda vezér, már legendáktól ő kóborolt Itáliában, és mindenki hozzáadott valamit visel dolgaihoz. Sokan esküdtek arra, ő állt mellett osztogat a tanácsait. Mások egy torony párkányán pillantották meg, amit lenéz a városra, és felvázolja a csodálatos csatha képeinek egyikét miért hívja meg hát Salvatore Rose, Diego Velázquez, amikor mindenki tudja, hogy a hevesférű olasz csapatot szervezett a spanyolok ellen, és nevéhez fűződik egy királyi posta kifosztása is. Diego tisztában volt azzal, hogy az alkirály palotában kevés embert és művészt gyűlöltek annyira, mint Rózát. Épp ezért tanácsot kért a követtől, mit évő legyen. Talán tudta, hogy a madridi kancellária bölcs hagyományai szerint a nápolyi alkirály és a római-spanyol követ mindig ellen lábasa egymásnak, gyűlölik egymást, és ezzel tartják fenn Madridban az itáliai egyensúlyt. Mint hogy a nagykövet jól tudta, mennyire elvesztette Szalvatorelli Róza nápolyban, onyát a grófjának kegyét, azt tanácsolta Velázqueznek, látogassa csak meg nyugodtan otthonában a lovagot. Nem lesz tán érdektelen, a némleg betekint, boszokkány konyhájába, meg tudják, mit forgat fejében ez a veszedelmes lázadó talán kitapintja gyengéjét, megérzi, mire is lehetne menni vele. Hát, ha valóban, olyan hír tartja, pénzszűkében szenved, s egy kép vásárlás a spanyol oldalra fordíthatná. Ki lenne mindenben alkalmasabb segítőtárs, mint Fülöp király rendkívüli követe. Amikor letette az ambiciózus fordulóján a gyaloghintó, a villa nyitott ablakán keresztül édes Deneszó ütötte meg fülét. A kiszűrődő tételben domináltak a vonós hangszerek. A bejáratnál valódi udvarmester fogadta, teljes grandezzával vezette be a zeneterembe, melybe már legalább két tucatnyi vendég kapott helyet. A zenekarban nem hivatásos zenészek ültek, hanem műkedvelő nemesek és prelátusok. Megvárta, míg a tételt befejezik. Utána felemelkedett a házigazda, spanyol szóval üdvözölte, felajánlta házát. Legyen kegyelmed otthona! Szálvátor szép művű viola, de tartott a kezében, így kezdte a beszélgetést. 33 vagyok, Don Diego, lassanként már el kell döntenem, mint festő, költő, vagy muzsikus maradjak-e fenn az utókor előtt. Nevetes folytatta. Látja, nincs ebben a szalomban egyetlen képem sem. Irtozom attól, hogy vendégeimnek dicsér nők kelljen mázolmányaimat. Ő se törődjék velük, ha mégis kíváncsi lenne rájuk. Folyosan balra egy ajtót talál. Kedves vendégeimnek ott mindig szabad a bejárás, de azt szeretem, ha egyedül nézik meg a képeket, így nem kell leolvasni arszonásaikról a valódi ítéletet. Sajnos változatos sorsom hozzászoktatott ahhoz, hogy könnyen és biztosan megkülönböztessem a színlelte a valót. Ön, mint művész, egyik a legnagyobbaknak. De ön sem kivétel. Szálvátor házában nem kell senkinek sem megtagadni a belső érzéseit. Így állnak rendelkezésre képeim. Egyedül a műterem szobában megfigyelni, mit mond a festő, amikor odavezeti vezeti képehez vendégét. Mit mond Rubens, Ribera, Zubarán, Murillo, amikor már ott állt vászunk előtt, és hogyan cselekedt pacsekó, amikor elragadtatása ösztönözte a szeviai előkelőségeket. Mit mond, ha a főúr jön be, vagy mecénás hajlamú polgári vásárló? Róza erősebb, nem kíváncsi a másik ember tekintetére, amikor szeme a vászonra szalad. Idegen világ gomolyog e feszült dinamikájú képekben. Mi jól ismer a mester a fát, sziklák a tenger vizet, árnyalataiban fogját, a lópatáktól felkavart csatatér sebzett fivét, a harcosok vértére rászálló puskafor füst sárgáját, az izzadságot, szenvedét, a vért, a pisztolytorkából kicsapó vörhelyes lángot, tengék villanását. A sárga tónusok viszont, mintha ellankasztanák a sebes mozgású harci jelenteket, Bredára gondol. Ott minden plastikus volt, majdnem állókép. Az égnek emelkedő láncsak ritmusa adta meg a hangulat erejét. Hirtelen megáll. Nem is a falon, hanem a falnak támasztva egy kép. Mert nem lehet róza műve, bár a komor ég felhőinek száguldása és a vezúv táj vonásaiban rokon vonások lappanganak. Üres álvene helyzet festményt, talán ezért nyitotta meg a festő műhely ajtaját száz és száz figura a képen. Ha nem ismerd a nápai városi tájat, azt hihetné Dantei illusztráció. Szegények. A Mizira Plebs különös városünnepe. Amikor kitört a felkelés, a Kolostor torony, melynek harangja fegyverbe hívta miliciákat. A kép jobb oldalán emelkedik. A kompozíció középpontjában üres, szobor talapzat tátong, már leverték róla a királyszobrot. Gyermekek rohannak az előtérben. Szekereken visznek rőzséket, szereket. A téren három emeltes házak sora. Mindegyik erkély figurák. Ezzel is sokszorozza festő a nép lüktetését, amikor a város megbolygatott méhkas, csupa rohanó ritmus, a gomolygó vezúv jeleivel fokozza a nyugtalanság e nagyszerű város ünnepét. Áll a kép előtt, amikor a házigazda bejön. Spadáról festette. Barátos mesterem. Már az elején ott volt. Mindent látott. Én sajnos csak a vége felé érkeztem. A kép jó. Minden művész maga választja meg témáját. Saját inspirációja szerint. Don Diego, ő most Nápolyból jött. Sok emberrel beszélhetett, akik akkor ott voltak. Láttam a posztulást. A felégedett palottákat, még üres ablakaikkal üszkösen meredtek. Láttam házakat, melyeket szétvittek az ágyúgolyók. Az alkirály mindent megtesz, hogy újból megteremtse a Pax Hispanikát. Róza világos szemével, különösen mosög. Bizonyára hallott rólam, Don Diego, hogy nem mindig ecsettel kezembe serénykedem. Ha elfog a nyugtalanság, de akkor bekoborlom a hegyvédéket. Többet tudok így a spanyol békéről, mint azok, akik Madridban élnek, bent az udvarban. Pillanatnyi csend. Fejes kellene hajtani és megköszönni a meghívást. Valami lebilincseli ebben a különös dél-olaszban, akire képei, mint a egyre jobban összeolvadnának vele. Minden gomolygó égi jelenségek, slent lent a földön izzó kép. Micsoda ellentétek, mély félelmes diszharmóniák, ecset kezelés és szeszélyes, nagyszerű merész, de elnagyolt. Egy óra alatt vethet vászonra egy képet, inspirációjának forróságával, s képten utána kikorrigálni a mesterség apró balfogásait. Ön, mint a szüntel vándorolna Nápoly, Róma, Firenze között. Most úgy hallottam, barátai örömmel üdvözölték, hogy letelepett az örökvárosban. Eddig Bernin üldözött. Egy mondásomat nem tudta megbocsátani, sajnos a mondás nyomba festéket is kapott. Az Urbsz halottázott, s Lorenzong bosszút eskütött. Nem volt maradásom Orbán alatt. Nem kedvelem a szentatyákat, másként válogatod meg a mecénásaimat. Ha minden kötél szakad, elmeltek, Vír a játékosnak egy zenekarba, vagy felcsapok új arenciónak. Még válogatok, ha kedvem kerekedik, részmetszeteket csinálok, eladom őket a vásárokon. S ha semmi sem, sem sikerülne, van néhány fegyverem, ennek jó hasznát látja az ember a bekószája a senki földjét, mely őszentsége tartománya, s a királyság közt elterül. Bizonyára tudja, itt értem egyik oka, hogy képeket vásároljak a felség számára. Két műve érdekelne, Hajlandó lenne átengedni nekem. Ön képet vásárolna tőlem? Keresztelő János ifjúsága. Ez lenne az egyik. A másik is nagyon tetszik. Milyen nevet ad ön e képének? Sziklás táj, ömlövizek? A kettő? Komolyan beszél? Szálvátor képei? Negyedik Fülöp galériájában? Bevallom, azért hívtam, hogy megmutassa nem csak alkot remek művet, a kép másként ragyog, ha megcsapja a szabadság lehelette. Spadáro! Ha Spadáro mesterművet alkotott volna, azt is megvásárolnám a felség számára. De sok itt a gyenge részlet, inog a kompozíció. Ő nagyon mester, bár nem egyeznek felfogásaink. Önnek meg kell értenie, én csak jó képet vehetek a Boyan tornyának galériájába. Királya engedi, hogy kitegyi Szalvator képét? aki megkerget a spanyol postakocsit kísérő páncélosokat? Nem félre Don Diego, hogy ebből önnek származna baja? Azt kérdeztem, eladó-e a két kép? És ön mit kér érte? Ő felsége nem vetekszik a medicsiekkel, ami a pénz illeti, mi az ára? Ha megegyezünk, mindkét kép a miénk. Szávát a róze arcán lassan elfogy a gúnyos mosoly, kint a zenészek rákezdtek a kamaradarabra. Ön kit tart Itáliában? A legnagyobb mesternek a régiek közül. Ráfejelt? Őszinte leszek. Nekem nem tetszik az urbinói. Talán az aténi iskola. Itt elragadott a kompozíció. Nem, nem szeretem Ráfejelt. Kit akkor? A velenceyeket Tintorettóval nem tudok betelni. Elhiszem, hogy így mozoghatnak árnyékvilág, és égi szférák közt a szentek és a mártirok. És a két kép? Nem kaptam választ. A spanyol ember tíz-tizenkét éve idősebb a házigazdánál. Arcán nincs sebb nem hiányzik bal egy új perce, nem oly karcsú, mint szalvátor, arcán nem futnak át pillanatonként fények és árnyékok. A vendég a rekkenő melegben és ünneplő feketében, kesztyűvel, kardal köpenyben áll. Kint az a mulat szolga, mint csak utánozná urát, hirtelen kérdi. Don Diego! Találkozott-e Berninivel, amelyet a Rómába érkezett? Csak láttam, amit a piacban návonán dolgozik, ott áll a napsütésben, bivajos szekerek, mesteremberek között. Miatta mentem el, amikor fent ült a csúcson, üldözött. Sajnáltam, amit tettem, nem akartam megbántani, nagy művész. Most elértem, hogy néhány szót ejthetek érdekében a Atyánál, az udvarlásom a siető kardinálisok. Csodálkoz a Nízes ember vagy aktor, amit most recitálja a saját fogalmazású szerepét. Bajkeverős, irgalmas. Lehet, hogy bandita, hogy mondta, de a kiválasztott két képpel boldog lesz Fülöp király. Megmutatja villát, Sehol nem tudnak ilyen fényűzős, mégis arányos otthonokat építeni, mint az urbzan. És mint ember a tájba, a villába, a mester belekomponálja önmagát. Szávatos sejem köntösben jár, csuklóját csipke kézelő fogja körül. Csupa finnyásság, játék. te modor. Mint a urlétére épp csak leereszkednék a múzsákhoz. Mint a nem is festene, csak játszanék allegóriát. Nem fest egyetlen puttót, rózsaszín egekből előkandikál a messzen istennőt sem, csak a táj haragjával korbácsolja felhőit, indulata hevíti a vihart. Embes állat, és sötét tónusok közt vergődik, öli egymást. Soha nem látott így félelmes, őszinte csataképet. Aki festette, nem moralizál. Egy hét múlva indul futtárunk Nápoly felé, szeretném addig elszállítatni a képeket. A fekete vendég udvarias, sem nem gőgös, sem nem alázatos. Egyetlen spanyol, gondolja Szálvátor, aki barátom is lehetne.